templom felújítás. Több mint 100 millió forintból korszerűsítették a Szent László templomot Nyíregyháza Borbányán. Elismerés. Átadták a Ratkó József díjat, idén Nagy Gábor költő írót tüntették ki. Szeretett doboz. Tartós élelmiszerekkel járult hozzá rászorulók megsegítéséhez a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség. Újjászentelték a több mint 100 millió forintból felújított Szent László templomot Nyíregyháza Borbányán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A vasárnapi ünnepi szentmisén Palánki Ferenc megyés püspök is részt vett. A beruházásnak köszönhetően többek között megújult a tetőszerkezet, korszerűsödött a fűtésrendszer és a szentély teljes berendezését is kicserélték. A munkálatok közel 10 hónapig tartottak. December 1-én, advent első vasárnapján, hosszú hónapok után ismét a templomba várták a híveket Nyíregyháza Borbányán. Az épület felújítása ugyanis még februárban kezdődött, és csak múlt héten ért véget. Addig a görög katolikusok a borbányai művelődési házban tartották a szent liturgiákat. A római miséknek pedig a lelkipásztori intézet kápolnája biztosított helyszínt. A templomot még 1983-ban Csépányi Ferenc, Nyíregyháza akkori plébánosa építette, 1997-ben kívülről, majd 1999-ben belülről is felújították. Az épület arculatát a modern stílus jellemzi, így az idei korszerűsítést is ehhez igazították. A tető szerkezete volt olyan rossz állapotban, hogy sok helyen, sok ponton befolyt az esővíz, az oltárra is csepegett időnként, tehát ez így nagyon nehéz volt, és nagyon lehangoló látvány volt. Tehát ez volt az elsőleges elme, és utána a fűtés korszerűsítésével, legalábbis a komfortérzet a téli időben is jó legyen, akkor ez jöttek a nyilászárók, a fűtési átalakítás mellett, akkor a festés, akkor elavultak a keresztúti képek, akkor a szentélynek az eredeti kialakítása is már feltételezte, hogy egy kicsit ilyen modern jegyeket próbáljunk, vagy legalábbis olyan elemeket találjunk, ami egyszerű, ilyen letisztult forma, de mégis a mai kornak a követelményeit, vagy az igényeit is úgy kielégíti. A vasárnapi ünnepi szentmisén Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök újjászentelte a felújított templomot. A beruházást különböző forrásokból, összesen több mint 100 millió forintból finanszírozták. Nagyobb és tetemesebb összeget az egyházmegye, így a püspökornak a nagyvonalúsága, amit most így megköszönök, amiből valóban ezt a nagymérvű felújítást el tudtuk végezni. Az emberi erőforrások minisztériumából kaptunk egy jelentős összeget, amivel hozzájárultunk, illetve a hívek adománya. Tehát így ezekből az összegekből vagy forrásokból állt össze a teljes összkép. A szentmise végén megköszönték a kivitelezők és a hívek segítségét is, valamint Mihálka György festőművész munkáját. Neki köszönhetően megújultak a keresztúti stációk képei, valamint az oltár fölötti Szent László freskót is ő festette. Nagy Gábor kapta az idei Ratkó díjat, az elismerést pénteken adták át Nyíregyházán. A kitüntetést olyan írók, költők, kritikusok érdemelhetik ki, akiknek életművükben viszont látható a Ratkó szellemiség. A plakettel és oklevéllel együtt pénzbeli elismerés is jár a díjazottaknak. 1993-ban alapította a Ratkó József díjat a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány. 1996 és 2005 között nem osztották ki az elismerést, majd 2006-ban a megyei önkormányzat élesztette újra a hagyományt. Az idei kitüntetést péntek délután adták át a Móri Zsigmond könyvtárban. Mint a közgyűlés elnökeit kiemelte, Ratkó József alkotói tevékenysége ezer szállal kötődik a megyéhez. A megyei önkormányzat talán már több mint 10 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ezt a díjat újraéleszti. Valamikor volt, aztán eltűnt, és mi aztán újraélesztettük már az én
elnökségem alatt, hiszen az ő életművére emlékezni, emlékeztetni, hogy az ő gondolatai ne felejtődjenek el, azt gondolom kötelességünk, és olyan fiatal alkotókat díjaz ilyen esetben a független szakmai zsűri, akik erre érdemesek. És hát úgy látom, hogy évről évre egyre nagyobb a presztízse, vagy nagy a presztízse a díjnak. A díj odaítéléséről egy kuratórium dönt, és általában már évközben megfogalmazódik, ki érdemelheti ki azt. Bár a személyét nem árult el, a kuratórium megbízott vezetője annyit elmondott, hogy már a jövő évi kitüntetetre is van jelölt. A Ratko díjat a kuratórium olyan íróknak, költőknek, kritikusoknak szokta odaítélni, akiknek az életművében a ratkói szellemiséget viszont látjuk, akik életművükben hangot adnak a alsó Magyarországnak, hangot adnak azoknak az embereknek, akiknek a gondolatait elsősorban az irodalom tudja artikulálni. Tehát a Ratko díj történetében mindig olyan szerzők kapták a díjat, akik ha személyesen ismerték, ha nem, de Ratko József életművével szellemi rokonságban állnak. Az idei kitüntetés Nagy Gábor költő író vehette át, akinek életművében, mint Karádi Zsolt fogalmazott, hangsúlyos szerepet foglal el a ratkói szellemiség, valamint az irodalom közéleti és magánéleti funkciója egyaránt. A díjazott elmondása szerint egy tanulmányban foglalkozott először Ratko Józseffel, amikor az 1945 utáni magyar irodalmat nézte végig abból a szempontból, hogy a nemzeti identitás kérdése miként jelenik meg a költészetben. Ez az elismerés nagy jelentőséggel bír a művész számára. Minden kitüntetés, megerősítés, és épp beszéltünk erről egy ismerősömmel, hogy vannak olyan díjak, olyan civil díjak, amelyek külön felelősséget rónak az emberre, mert olyan jelentős szerzőkről vannak elnevezve, ilyen a Nagy Gáspár díj is, a Ratko József díj, a Bella István díj, a Balassi Bálint emlékkard, és így tovább. Az ember megkapja a díjat, én azt gondolom, hogy kiérdemelni igazából csak utólag lehet, tehát továbbra is meg kell próbálni jól dolgozni. A díjjal az oklevél és a plakett mellett mintegy 300 ezer forintos pénzbeli elismerés is jár, amelyet évről évre a megyei önkormányzat ajánl fel. A MÁV hétfő délelőtti tájékoztatása szerint a nyugati pályaudvaron a havazás miatt nehézkes a váltóberendezések kezelése, ezért vonattorlódások alakultak ki a nyugati előtt. Emiatt a Budapest és Pécel közötti vonalszakaszon 30 perccel hosszabbodott a menetidő, de a Budapest 60 közötti Intercity pótlóbuszok menetideje is jelentősen megnőtt. A Prágába 13.40-kor induló Metropolitan Eurocity vonatot el sem indították. A legnagyobb késést a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon jelezték, itt 180 perc volt a késés a délelőtti órákban. Délutánra sem javult a helyzet, megyénkben sem. A Budapest nyugatiról Nyíregyházára érkező szerelvényre a vonatinfó térképe több mint 140 perc késést jelzett, míg az áhonyi közlekedő vonatra már Püspökladánynál közel 180 perc késést mutatott a térkép. Két doboz tartós élelmiszerrel segítette a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség. A felajánlások rászoruló családokhoz jutnak el a karitatív szervezeten keresztül, amely több más akcióval is próbálja szebbé tenni az ünnepüket. Köszönjük neked a találkozás lehetőségét! Összekulcsolt kezek, átszellemült arcok. Közös éneklésre és áhítatra gyűltek össze hétfő délelőtt a sóstói Szivárvány idősek otthon alakói. Az intézmény a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntartásában működik, amelyen másfél éve fut egy EFOP-os pályázati program. Ez egy olyan rendszer kialakítását szolgálja, amelynek keretében más segítő munkát végző szervezetekhez is kapcsolódnak. Ilyen együttműködése volt például az az adománygyűjtés is, melynek eredményeként a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársainak adtak át két élelmiszerrel megtöltött dobozt. Azt gondolom, hogy segíteni számos módon lehet. Ennek csak az egyik megnyilvánulási formája az, hogy ilyenkor adományokkal, akár tárgyiasultan tudunk segíteni. Nagyon fontos az is, hogy az illető rászorult családokért, akik kapják ezeket az adományokat, imádkozhassunk. Nagyon fontos az, hogy imádkozhassunk azokért a szervezetekért is, akik ezeket az adományokat célba juttatják.
étolaj, különböző konzervek és tészták. A tartós élelmiszerek hazai és kárpátaljai rászoruló családokhoz jutnak el a szeretett szolgálat közreműködésével. Utóbbi minden évben meghirdeti az akciót, a gyűjtőpontokon református gyülekezetek és különféle intézmények, így például iskolák, óvodák, idős otthonok közösségeire számítanak, hogy megteljenek a kihelyezett dobozok. Az ott lakók, ott élők töltik meg ezeket a dobozokat nem csak tartós élelmiszerrel, hanem tisztálkodási szerekkel. És ahogy közeledünk a karácsonyhoz, ugye idén december 15-éig tart ez az adománygyűjtő akció, utána összegyűjtjük ezeket, és majd, még mielőtt a karácsony szent ünnepe elérkezne, meghirdetünk adományosztásokat az országban különböző pontokon, ahol a rászoruló családoknak ezeket mind kiosztjuk. Egy dobozni szeretet áll a kartonokon, amelyeket évről évre újrahasznosítanak a nemes cél érdekében. A szeretett szolgálatnak emellett más programjai is vannak, tanszergyűjtéssel, gyerektáborokkal és ösztöndíj programmal is segítik a rászorulókat. A Nyilas Misi Pak nevű kezdeményezés keretében gyerekeknek lehet összeállítani csomagokat, idei új változatában pedig konkrét ajándékkéréseket is lehet teljesíteni. Gyerekek írták le azt, hogy mi az álmuk, hogy szeretnének egy focilabdát, egy cipőt, egy babát, amit a szülők egyébként nem tudnának nekik megvásárolni, és a honlapunkon keresztül lehet támogatni ezeket a kéréseket. Ki lehet választani, melyik gyermeknek melyik ajándékkal szeretnénk segíteni, és ezt megvásárolhatják az adományozók, amit mi eljutatunk aztán a családnak, és külön érdekessége a programnak, hogy nem a gyermeknek adjuk oda, hanem a szülőnek, hogy ő tudja a karácsonyfa alá tenni, és ezzel is a gyerek-szülő kapcsolatot erősítjük. Az idősek otthonának adventi koszorúján is meggyújtották az első gyertyát, az ünnepi készülődés idején pedig számos eseményt szerveznek, például iskolások, óvodások érkeznek és kedveskednek műsorokkal az itt élő időseknek. Számukra az intézmény is ad egy jelképes ajándékot, ahogy a városi önkormányzat ajándékát is megkapják. Hat híres kállai hölgy karácsonyát mutatja be a kálósemjéni kúria legújabb kiállítása. Az 1850-es évek közepétől az 1980-as évekig tartó időszakot bemutató tárlat elkészülését komoly kutatások előzték meg, hogy ne csak a díszek tükrözzék az adott korszakot, hanem a karácsonyfák fajtái is utaljanak a gazdasági helyzetre. Az érzelmekre ható kiállítás december 22-ig látogatható. Kállai Henrik fáján már angyalhajjal készítették, illetve ebben az időszakban volt igazán divat a csúcsdísz, ami kicsit másabb, mint a mai, hiszen itt angyalhajjal díszített angyalt tettek a fák tetejére. 2015 óta folyamatosan fejlődik a kálósemjéni kállai kúria, idén különösen mozgalmas évet zárt kiállítások szempontjából. Már 2017-ben is szerepet kapott az épület a karácsonyi ünnepkörben, tavaly pedig megrendezték a Régi idők karácsonya című kiállítást. Idén ezt tovább gondolták, így jött létre egy igazán tematikus és autentikus tárlat, amely a karácsony a kúriában címet kapta. A vezetőség, illetőleg a csapat tekintetében azt tudom mondani, hogy egy körülbelül két héten keresztül készülődnek éjjel-nappal ennek a kiállításnak a létrehozására. Én úgy gondolom, hogy maga teljességében ez visszaadja annak a kúriának a minőségét, amit ebben az időszakban, a karácsonyi időszakában ez a kúria megélt. Párját ritkító környezetben egy nemesi család több generációjának karácsonyán keresztül mutatják be, hogyan fejlődött az évtizedek alatt az ünnepi dekoráció, milyen ajándékok kerültek a fa alá, és egyáltalán milyen fenyőfát használtak. A kiállítás másik különlegessége, hogy a fenyődíszeket magánszemélyek adták kölcsön. Egy olyan kiállítást szerettünk volna létrehozni, ami tipikusan érzelmeket kelt. Ez a kiállítás egy nagyszerű családi program. Én magam úgy gondoltam, ha ide jön egy két-három tagú család, és anyuka, apuka elmesél, hogy náluk milyen volt a karácsony, vagy egy-egy díszről, egy-egy feldíszített fáról, egy régi játékról eszébe jut, hogy nálunk is ilyen volt, vagy képzeljétek el, az én anyukám azt csinálta, vagy nekem még 24-én diót kellett törnöm. Tehát én úgy gondolom, hogy rengeteg-rengeteg érzelem fog kijönni az emberekből. És nagyon szeretném azt, hogyha ezt a szülők elmondanák a gyerekeknek, és a szülők, vagyis a gyermekek pedig a mai életükbe ezeket a régi tradíciókat beépítenék valamilyen szinten.
Mivel a díszek nagy része magánszemélyektől érkezett, a kúria vezetősége úgy döntött, az ünnepre ezeket visszaadják. Ezért a Karácsony a Kúriában című kiállítás december 22-ig látogatható. Sorozatban 8. győzelmét szerezte meg a bajnokságban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 10. fordulójában 95-87-re verték a BKG Prima Ese csapatát. Siska János együttese pénteken Budafokon lép pályára. A forduló előtt mindkét csapat neve mellett két vereség állt a tabellán, és mivel a második fogadta a negyediket, abszolút rangadónak számított a mérkőzés. Az első negyedben szinte végig a hazaiak vezettek, 10 perc játék után 5 pont volt a cápák előnye. A második negyedben 3 pontot lefaragott hátrányából a BKG, így izgalmas folytatásra lehetett számítani. Nem így történt, mivel nagy szünet után robbantottak a hazaiak, támadásban, védekezésben egyaránt feljavult a Nyíregyháza, és a negyed végén már 20 pont volt a különbség a két csapat között. A záró 10 perc csak formalitás volt, a Sziget-Szent Miklósiak felzárkóztak ugyan, de a cápák győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Siska János vezetőedző a meccs után elmondta, hogy szerinte minek köszönhető a sorozatban 8. bajnoki siker. Erősödött az erőlétünknek, másodszor agresszívan kezdtünk el védekezni, illetve kivettük a legjobb játékosokat, a 14-es számú játékost, akit kevesebbet tudott dobni, az első félidőben dobott 21 pontot, úgyhogy a félidőben azt kértük, hogy próbáljunk ezt kivenni, illetve nagyon jó szállékot dobták a középtávolytól az Itzert, a hármasokat megint ki tudtuk venni, ami az erőségük volt az első félidőben, úgyhogy ezért tudtunk elmenni 20 ponttal. Az amerikai Brighton Hobbs 27 ponttal vette ki részét a győzelemből. A légiós elmondta, hogy a HEP kupában elszenvedett váratlan hétközi vereség után mindenképpen javítani akartak. Az volt az elsődleges célunk, hogy kijavítsuk ezt a keddi fiaskót, nem koncentráltunk 100%-osan, és igazából ezt szerettük volna, hogy ahogy belépünk a terembe, mindenki 100%-osan fókuszál, és a védekezésre nagyon odafigyel, és nagy energiát mozgósítunk, és behúzzuk ezt a derbit. Bazsó Bruno 5 triplát elsüllyesztve szerzett 19 pontot. A végig pályán lévő kosaras szerint is a szünet utáni játékuk volt a győzelem záloga. A harmadik negyedben nagyon jól jöttünk ki, elkezdtünk keményen védekezni, és a dobásaink is beestek, pluszban még leindítottuk őket, gyors kosarakat tudtunk szerezni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez volt a töréspont náluk. A forduló további eredményei a következők: TF Budapest Veszprém 69-75, Vasas Akadémia Nagykőrös 97-102, Salgó Tarján Budafok 72-68, MAFS Baja 94-83 és MTK Elit Basket Budapesti Honvéd 79-91. A tabella élén a Veszprém áll 9 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 8-2-es mutatóval rendelkező Nyíregyházát. A kék cápák pénteken a harmadik Budafok otthonában lépnek pályára. A tavaly előtti győztes Nyíregyházi Standox nyerte Újfehértón a harmadik Diego Kupa nemzetközi kispályás labdarúgó tornát. A második helyen a debreceni Elszállít csapata végzett a nyíregyházi Diego és a Hajdú Böszörményi Tungsram előtt. A tornán 22 együttes lépett pályára. Péntek délutántól vasárnap estig pattogott a labda az újfehértói szabadidő központban, ahol harmadik alkalommal rendezték meg a Diego Kupa kispályás futballtornát. A 35 év feletti játékosokat felvonultató csapatokban több korábbi élvonalbeli labdarúgó is pályára lépett. A megyebeli együttesek mellett Hajdúbiharból, Borsodból, Baranyából és a határon túlról is érkeztek csapatok. Több mint 3 hónap van benne, nem azt mondom, hogy éjjel-nappal, de nagyon sok telefont és nagyon sok e-mailt el kell küldenünk ahhoz, hogy jó csapatokat tudjunk idehozni. Általában ilyen közel 40-50 csapatból válogatunk, és úgy tudjuk összehozni ezt a rangos tornát. Óriási küzdelmek vannak, hogy itt volt az első, az A csoport, ugye ott 3-5 pontos csapat volt, tehát itt az utolsó percig kell küzdeni mindenkinek, hogy az első kettőből tovább tudjon menni. Újfehértó polgármestere elmondta, szeretné, ha a jövőben nem csak alkalmi futballtornáknak adna otthont a létesítmény. Mindenképpen szeretnénk jövő évben egy városi kispályás bajnokságot elindítani, illetve ugye Újfehértón hagyományai voltak korábban a futszálnak. Én emlékszem rá, amikor hétfő esténként zsúfolásig megtelt a csarnok és szurkolt a helyi csapatnak. Én kértem a helyi futball szerető ismerőseimet és barátaimat, hogy alkossanak, legyen jövőre egy csapat, és akkor nevezzünk be a regionális futszál bajnokságba, hogy Újfehértón ismét lehessen teremsportákban élet.
A tornát végül a tavaly előtti győztes nyíregyházi Standox nyerte a debreceni elszállít csapata előtt. Harmadik helyen a nyíregyházi Diego, negyediken pedig a hajdúböszörményi Tungsram végzett. A gólkirályi címet a Diegós Orosz Péter szerezte meg, a legjobb kapusnak az elszállítban védő Elek Gergőt, a legjobb játékosnak pedig a Standoxos Erdély Zoltánt választották meg a szakemberek. Újabb 3 pontot szerzett a kisvárdai futballcsapat Dajka László együttese az NB1 11. fordulójában Gosztonyi és Grozav góljával 2-0-ra verte a Budapest Honvéd csapatát. A tabella 7. helyén álló kisvárda szombaton a szintén 20 ponttal 6. Újpest otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Közel 10 hónapnyi munka eredményeként december 1-ére befejeződött a Szent László templom felújítása Nyíregyháza Borbányán. A beruházást különböző forrásokból összesen több mint 100 millió forintból finanszírozták. Ennek köszönhetően megújult a tetőszerkezet, korszerűsödött a fűtésrendszer és a szentély teljes berendezését is kicserélték. Nagy Gábor kapta az idei Ratkó díjat, az elismerést pénteken adták át Nyíregyházán. A kitüntetés odaítéléséről egy kuratórium dönt, olyan írók, költők, kritikusok érdemelhetik ki, akiknek életművükben viszont látható a Ratkó szellemiség. A plakettel és oklevéllel együtt mintegy 300.000 forintos pénzbeli elismerés is jár a díjazottaknak. 2 doboz tartós élelmiszerrel segítette a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség. A hétfő délelőtt a Sóstói Szivárvány idősek otthonában átadott felajánlások rászoruló családokhoz jutnak el a karitatív szervezeten keresztül, amely több más akcióval is próbálja szebbé tenni az ünnepüket. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 2-án hétfőn, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hétfőn délután felszakadozik, csökken a felhőzet, éjszaka párássá válik a levegő, és akár köd is képződhet. A délutáni esti órákig még több helyen előfordul havazás. Az északnyugati, majd a változó irányú szél gyenge, vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul. Kedden változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge, vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul. A következő napokban döntően anticiklon alakítja a Kárpát-medence időjárását. Éjszakánként sokfelé számítani kell ködre, illetve réteg felhőzetre, amely helyenként a nappali órákban is megmaradhat.